Látom mögött egy szökőkút, de ami még ennél is fontosabb, a Városháza épülete, mert hogy ott lesz most egy fantasztikus gála vacsora, Paul Bocuse, a szakács pápa 85. születésnapjának tiszteletére, és az esemény különlegességét az adja, kicsit kiállok a képből, hogy jobban látszom, mert megérdemli igazán a figyelmet. Szóval az esemény különlegességét az adja, hogy több mint 200 Michelin csillag lesz jelen ezen a vacsorán, és de nem ők főznek, ők 90-es évből tevődik össze, vagy kb. 70 vagy 90-es évből tevődik össze ez a 200 csillag, hanem ők enni fognak, és akiknek a főztjét eszik, azok nők, méghozzá séfnők, többségükben három csillagos séfnők, akik úgy döntöttek, hogy akkor egy kicsit a... Már csak amiatt is, hogy ilyen Lyon gasztronómiában hatalmas szerepet játszottak a séfnők, a szakácsnők, nőszakácsok. Már csak emiatt is szimbolikus jelentősége van a dolognak. Remélhetőleg én magam is meg fogom majd tudni kóstolni ezeket a fantasztikus ételeket, de ha más nem, legalábbis látni fogom, az biztos.